ezen túl nem lehet az iskolákban anyának és apának hívni a szülőket Franciaországban. Az új hivatalos elnevezés szülő 1 és szülő 2. Szerintem majd a műsor után a telószámodat adod a Robinak, és akkor majd akkor elmondod. Én emlékszem a Michael Jackson két fiának a nevére. Prince Michael 1 és Prince Michael 2. De sikerült a civilizációnknak ledolgoznia magát Michael Jackson szintjére, aki így adott nevet a saját gyerekeinek, tehát nem hívhatták valamelyiket mondjuk a kettő közül George-nak. Michael Herceg 1, Michael Herceg 2. Igen, és milyen szar lehet Michael Herceg 2-nek lenni? Mert Michael Herceg 1-nek lenni, azt mondom, hogy hát bazd meg, ki a faszom a Michael Herceg 1? Na! De... Ennél várjál, ennél szarabb mondjuk 41.536-osnak lenni. Amit mondjuk beletetoválnak a karodba. Igen, igen. Az a magyarázat, hogy a homoszexuális párokra akarnak így tekintettel lenni. Ugye értelemszerű, hogy a szülő 1 az nyilvánvalóan az anya. A szülő 2 az a... Ami személy számunk még mást fejezett ki. De miért kell a homoszexuális párokra így tekintettel lenni, hogy szülő 1 meg szülő 2? Tehát most arról van szó, hogy mondjuk a párok közül, mondjuk 100 párból, mondjuk van 4 meleg pár. Tehát 96 heteroszexuális pár nevezze magát anya és apa helyett szülő 1-nek és szülő 2-nek. Miért ne az a 4 homoszexuális pár nevezze magát apának és apának? Csak érdeklődöm. Tehát miért az anyát és az apát kell átnevezni szülő 1-re és szülő 2-re, hiszen ezek az apa meg anya nevek, ezek jól kifejezik a hímnemű és nőnemű szülő nevezéket. De ők nem innentől kezdve, tehát a szülő név rossz is, mert nem szül. De akkor is szülő. Szülő. Világos, ez csak nemző. A magyar... Jó, oké, nemző. De nem is nemz. Örökbefogadó 1, örökbefogadó 2. Szerintem ez a precíz. Egyéb iránt, Robi, tudod, mivel védekezett? Nem is védekezett, tehát az ellenoldal írta, mert ugye ez ment aztán a NER sajtóba, hogy már mi van Franciaországban. Erre azt mondták többen, hogy nálunk ez már kurva régóta van, mert hogy az ellenőrzőben is csak szülő van, és nem apa meg anya. Vágod? Tehát a Kádárék már genderisták voltak. Jó, hát akkor szülő 2 azért iszik, mert te sírt, bazd meg. Várjál, de az apa az 1. Én tudok haladni a korral. Az apa az 1. Szülő 1 azért iszik, nem, mert... Nem, az az apa a szülő 2. Mert, hogy... Semmit nem értesz. Értem, de most már értem. Tudjam, hol a helyem. Ja. Világos. Te figyelj! Annyira jó, hogy a... Várjál, maradjunk még a témánál? Vagy ezzel kapcsolatban akartál valamit mondani? Folytasd csak, kérlek. Na. Freud. Freudról. Egy kicsit Freud kapcsán. Itt a pontosabban a homokosok kapcsán Freudról, illetve a homokosokról Freud kapcsán. Erről a szülő egy szülő kettő dologról. Egy barátom, aki egyébként biológus, és írt egy novellát a Könyvelő 4 napja címmel, az felhívta a figyelmemet, nem én vagyok az, és nem is a másik énem, tehát ez nem a harcosok klubja, ő valóban létezik, csak inkognitóban van, és néha rajtam keresztül közvetít. Például ő szokta kijavítani a mi természettudományos hülyeségeinket. Ja, ennek kapcsán, bocs, akkor posta hozza, tudod, van a műsorunk része. Azt mondja ez a haverom, hogy bazd meg, a cápa is tud rákos lenni.
és egy cikket elküldött. Hát amúgy tengerbiológus, tehát a van rákos cápa, baszki. Picsába, minden mítosz így vészel. Tudod, így, ez is olyan, orra... a kurva enciklopédia kellett eloszlatni a vollást, mindet, tudod, és most már a cápa is lehet rákos. De mi lesz a következő? Az orra, tudod, hogy megfogod az orrát, akkor leesik a vízbe, így elájul, meg kell ütni a fényképezőgéppel az orrát, és akkor eltakarodik. De ha fehér cápának, mert az kurva nagy, ezt nem tudod megcsinálni. Addigra te már rég a gyomrába végzed. Mm. Vágod. Itt egy kis csaj itt külön műsort csinál, de majd kitalálunk valamit. Na, figyelemmegosztás, tehát a gender kommandó küldte. Na tehát, visszatérve a Freudra, létezik ilyen, tudod, hogy ez a libido fixáció, illetőleg ez az incest tabuval kapcsolatos, ez az ödipális fixáció, igen. És hogyha gyereket örökbe fogadnak a homokosok, és egy nemű mind a két szülő, akkor tudod, akkor mondjuk tehát ezzel a problémával foglalkozik-e valaki, hogy megölöm a apámat, hogy megkapjam az apámat. Megölöm az anyámat, hogy megkapjam az anyámat. Tehát, hogy ez mit okoz, ha létezik valóban az ödipális fixáció, igen, ami állítólag a gyerekkori fejlődésnek egy szerves eleme. De nem a megkapjam, tehát megölöm az apámat, hogy megbasszam az anyámat. De én most direkt nem akartam trágárkodni, mert ja, értem, én most... Ja, értem, így értettem. Robi, okay. Két hónapja nem iszom, és nem dohányzom. Jó, érted? De azért a káromkodás az nem árt. Hát... A lélek. Azt mondom, úristen. Na tehát. Visszatérve az ödipális fixáció. Figyelj, vágod ezt a cuccot? Egyébként Freudban tudod, mi a legjobb? Mindenki utálja. Az antiszemiták, mert zsidó. A vallásosok, mert evolucionista, darwinista és ateista, sőt, hát ugye ő a vallást kritizálta is. A genderisták, mert hogy a hímsovinizmusnak az apja a péniszirítség elmélet meg egyebek miatt. A kommunisták, a marxisták, burzsua áltudósnak nevezték, amit a szovjet pszichológia már régen megcáfolt. Tehát Freud az, akit mindenki kivétel nélkül utál. Figyelj, nem lehet, hogy éppen lehet, hogy a pszichológiai iskolák közül a minden nagy tévedése ellenére, például amit a vallásról ír, mint az saját utópia, mert ez a kurva nagy tévedés, ilyen marxi nagyságú tévedés, de azt leszámítva azért ő telibe trafált egy pár dolgot, és valószínűleg nekik az ellene irányuló utálat mögött van egy ilyen. Hát azért kevés olyan tudós van, aki a saját tevékenységével létrehozott egy tudományágat. Hát azért mondjuk a Mendelejev ilyen. Tehát, hogy a Mendelejev előtt abban az értelemben vett kémia, hát... Ne volt. Hát most... Fölfedezgettek elemeket hát, már a 18. Igen, században. Csak hát ő találta ki magát ezt a fogalmat is, tudod, hogy elemek, meg tehát tudod, így beszélhetünk kémiáról. Volt elem, csak nem... Csak, hát, csak nem azt jelentette. Hát, ja. Tehát... Na, tehát ugyanez a vonatkozik a Freudra, hogy átadja Freud előtt, hát úgy próbálták meggyógyítani az embereket, hogy víz alá nyomták a fejüket. Meg úgy, hogy így körbeforgatták őket nagy sebességgel. De várjál, ki is vágták a izét, az agyuk egy részét. Tudod, Csát Géza igen, és tulajdonképpen a Freud volt az első, aki megpróbálta úgy meggyógyítani az embereket, hogy beszélgetett velük. Ez akkor ilyen teljesen bizarrnak tűnt, hogy az őrülttel beszélsz. Hát csak még megőrülsz te is, gondolták akkor meg, tudósai. Hogy egy csomó fizikai... Meg hogy egyáltalán mit tudsz eltanulni tőle? Hát az őrületet? Vagy lebeszéled az őrültségről? Vagy hogy akarod? Meg egy csomó fizikai baj mögött lelki okok húzódnak. Érted? Amit korábban, mit tudom én, mivel próbáltak gyógyítani, tudod, iszapfürdő, meg köpölyözés, meg
itt tudom én, verés, meg egyebek. Uh-huh. Tehát uh-huh. emögött mondjuk lelki bajok húzódnak. Ja, és gyűlölik még a hisztéria fogalom miatt, mert a hisztéria az egy hímsovinista fogalom. Miközben egyébként ez egy orvosi fogalom volt 100 évvel ezelőtt, és a képzelt betegségekre is vonatkozott, például a vakságnak, a pszichoszomatikus vakságra, meg az álterhességre, meg egyebekre. Nagyon sokat gondolkodtam a régebbi apu óta, ami most így elég ritka, eléggé megritkultak az apuk, amiről beszélgettünk, mivel érvelnek a legitimisták, hogy az a társadalom akár csak a tradicionalista az, habsburgistákat érted igen, ez igen, a... Igen, igen, hogy a társadalom akár csak az óra egy emberi képződmény, vagy egy emberi alkotmány, ennél fogva vissza lehet forgatni épp úgy, mint az órát, hiszen azt egy ember alkotta meg. Épp úgy, mint az órát, tehát visszaforgatható. Itt hagytuk abba egyébként. Igen, és hogy ez ők ezzel győzködik magukat, hogy ilyen módon visszatérhet a régmúlt, visszatérhetnek a régi korok, a középkor. A koronás királyságokkal, meg a abszolútizmussal, meg a... Hűbériséggel. Igen. Ja, de az már visszatért az Orbánnal, bocs. Tehát ez a részben. Meg se szűnt. Ez volt, ott folytatjuk, ahol abba hagytuk egy hónapja, úgyhogy... Tehát, hogy nem lehet, tehát, hogy ezt az órát, bocsánat, de én nem, nagyon nem szeretem a rossz hírt én közölni, de kurvára nem lehet visszatekerni az órát. Mert a materializmus és az ateizmus fel lett találva. És ezt nem lehet visszacsinálni, ezt nem lehet a palackba ezt a szellemet visszatömködni. Így jött létre a modernitás. És így jöttek létre a polgári társadalmak. Szervesen, így alakultak ki. És tudod, megvoltak ezek a kísérletek, amiket a tradicionalisták propagálnak, meg amiket ők kívánnak előmozdítani. Ez volt a Szent Szövetség. Nem ez volt a Szent Szövetség? Vissza gyömöszölni a szellemet a palackba. Meg nem történté tenni azt, ami megtörtént. Elvileg igen, viszont figyelj, még az se volt teljesen ilyen, mert Metternichben volt egy adag ilyen fontolva haladó modernizmus, tudod? Tehát ő nem véletlenül sertepert ért korábban Napóleon körül. Tehát ő látta, hogy nem lehet visszatömködni, ő egy ilyen olyan konzervatív, figyelj, talán akkor neokonzervatívnak nevezték volna, ha ez a fogalom akkor létezik. Tehát olyan volt, aki azért értette a korszellemet, és nem olyan volt, mint például Joseph de Maistre, aki egy igazi, tehát visszabaz meg mindent, a egyházi előjogokat, meg a tradicionalisták egyik kedvenc szerzőjéről beszélünk. Vagy Chateaubriand, hanem Metternichben volt egy adag felvilágosult szellem, minden reakciós volt a dacára. Szóval, hogy az a rossz hír, hogyha ma megpróbálod ezt a szellemet visszatömködni a palackba, és megpróbálod azt, amit a Szent Szövetség, abból sem abszolút monarchia lesz, hanem egy totalitárius fasizmus. Ez a rossz hír, hogy még ha sikerülne, amit sikerülne megalkotnod, az nem a régi időknek a dicsőséges középkori feudalizmusa lenne, már amennyire az dicsőséges volt most, akinek az, hanem az is csak egy modern rendszer lenne, mert nem tudsz visszalépni a modernből, csak egy nagyon sötét, hogy mondjam, egy totalitárius rendszer lenne. Modern keretek között, figyelj, a nácizmusnak voltaképp két vonala volt, az egyik a forradalmi, szocialista, kommunisztikus, plebejus, populista, kriptobaloldali, ugye az SS-t képviselte. Az SS, ugye hova vette be magát, ilyenekben, mint a Marienburgi vár, tudod, ami a német lovagrendnek volt a Baltikumban az egyik központja. Tehát ez egy szimbolikus helyszín, érted? És egy titkos lovagrend. Tehát ők valahogy a modern körülmények között akarták a középkort visszahozni. A nácizmus azért kurva érdekes ebből a szempontból, mert volt egy ilyen szervezet, hogy ANNR-be. Az ősök hagyatéka, szó szerint. És az, ott voltak azok a fantaszták, akik, mit tudom én, keresték a grált.
meg elmentek Tibetbe. Az árják eredetének, meg az ősi szimbolikáknak a felkutatására. Ugyanakkor, mit tudom én, orvosi kísérletekkel, meg aerodinamikával is foglalkoztak. Tehát a nácizmusban bizarr módon elegyedett a futurizmus, amit már ugye Mussolini is nagyon komált, Marinetti a futurista avantgárd irányzatnak a főpapja, meg alapítóatja az fasiszta volt, és nem metaforikus, hanem szó szerint és konkrétan Mussolini híve, és a nácizmusban elegyedett a futurizmus, és elegyedett a tradicionalizmus. És nézd meg, mi lett belőle. Sikersztori, mi? Én azt gondolom, hogy mégiscsak alapvetően modern volt. Abszolút. Minden ízében. Abszolút, és abszolút. Tudod, ez a tradíció, ez a külsőségekben mutatkozott. Ezek a lovagrend kultuszok, igen. Meg a nürnbergi pártnapok, ahol így felvonulnak, tudod. És igen, akkor... igen. Az olyan volt, mint egy szeánsz. Te láttad a igen, filmet? Igen, de bőve, igen, de több volt benne az antik Rómából, mint a középkori Európából. Ja. Hát maga az a sasos izé. És ha már tradicionalisták vagyunk, miért állunk meg a középkorban? Nem volt nemesebb annál az antik Róma? Modern volt, az a baj. A antik Róma modernebb volt, mint a középkori Európa, ez a poén. Azt egyébként tudod, hogy az ókorban volt gőzgép? Föltalálták a gőzgépet, csak nem terjedt el. Az egyik izé, Tyrannis, az például végigfurikázott ott a szigetén vele. Érted? A ókori Rómában plázák voltak, csak nem így hívták. Tehát a birodalom összes pontjáról a csúcsminőségű termékeket egy ilyen kurva nagy izékbe, érted, ilyen áruházakba ott kitették, érted, az amforába, jó boroktól kezd, szírboroktól kezd, minden szart, amit elképzel. Sztárkultuszok voltak. Hát az építészet, meg a csatornázásról, meg egyáltalán az infrastruktúra fejlettségéről nem is beszélve. Tehát Róma modernebb volt, mint az utána következő évszázadok. Tehát a Róma és a reneszánsz között az egy archaikusabb állapot volt. Ilyen értelemben a tradicionalisták joggal szeretik a középkort. De abban igazad van, hogy akkor miért nem mennek vissza a keleti istenkirályságokig. Azért az még jobb, mint a középkor. Még Rómánál is. Persze, hogy nem. Tehát az volt az igazi, ugye? Akartál beszélni a buziságról, ezt mondtad nekem. Igen, ezt a Freuddal már el is kezdtem. Tehát, és te nem nagyon reagáltál rá kellő tudományos alapossággal, hogy tényleg mi van a... Nem libido fixáció, az más-más. Hülyén mondtam az elején, az ödipális. Tehát ezzel az ödipális dologgal mi van? Érted? Tehát, hogyha egy nemű pár van, akkor az nem befolyásolja a gyerek szexuális fejlődését? Valamilyen irányban. Most nem akarok trombitás Kristóffá avanzsáltatni, tehát félreértés ne essék. Csak, bazd meg, ez föl sem merül, nem olvasok erről. Érted? Nem olvasok erről. Ezt egy ezzel foglalkozó barátom hívta föl rá a figyelmemet. És mondta, hogy ezt vitassuk meg az apum, mert ez kurva érdekes, ezzel senki nem foglalkozik. A homofóbok se. Senki. Ja, a melegek örökbefogadásával? Hát, hogy gyereket fogadnak. Legyen, ezzel a homofóbok se foglalkoznak. Nem ezzel. Mivel foglalkoznak az a homofóbok egymás faszán, meg ezen kívül még? De az ödipális fixációval nem foglalkoznak, tehát érted, a gyerekfejlődéssel kapcsolatos kérdésekkel nem. Csak ezzel. Hogy a gyerek, hogy ne? Csak a gyerek fejlődésére milyen hatással van az, hogy... Na, lesz majd műsor után beszélgetés. Na, szóval? Mással sem foglalkoznak, mint ezzel, hogy attól, hogy a gyereknek két apja van, és nincs anyja, attól milyen mintákat nem kap meg, milyen módon kap Gellert a pszichoszexuális fejlődése. Hát másról persze. De van erről rendes, korrekt szakirodalom? Hogy lenne? Hát hogy lenne? Hát az egyetemi világban ez a téma annyira nem PC.
Tudod? Tehát nem lehet. Tehát egy, erről írsz egy szakdolgozatot, ezt nem fogadják be. De erről azért a picsába. Homofób világban jóformán csak erről van diskurzus, másról se. Meg egymás faszát időnként kézbe jó, veszik. Jó, az oké. De azon kívül semmi. De hogy figyelj, ezek a dolgokról ez ugyanaz, mint a migráció. Tehát, hogy szélsőséges vélemények helyett valami normális. Amit nem azt mondják, hogy náci, de nem is ez a homofób, érted? Egy normális diskurzus, de ez lehetetlen, mi? Ez lehetetlen. Tehát pusztán fölemlíted, már náci vagy. Ezt nyilvánvalóan nem lehet. Aha. De nekem erről van egy, tehát most, hogyha én mondjam el a véleményemet, szerintem a két férfi szülő jobb, mint az állami gondozás. És rosszabb, mint a két különböző nemű szülő. De akkor most ne a két férfi szülő, akkor mondjuk úgy, hogy az egy nemű szülők. Most ugye két nő is lehet, érted? Pedig olyan kiváló nevelőintézetek vannak, nem? Szóval... ott megtanulja az életet. De hogy... Ja. De az jó, élet van? Helyett megtanul valamit. Nem voltál Puzsér katona, az a bajod, bannak. Hát szerintem neked az a bajod, hogy voltál. Te mindenre meg tudsz válaszolni? A kampány, mi? Tehát az igazság, hogy ameddig vannak különböző nemű szülők, kvázi kérvényezők, addig nekik adjuk a gyereket. Mondom, ez az egész hipotézis abból indul ki, meg az egész okfejtés, hogy van végtelen mennyiségű állami gondozott gyerek. Érted? Különben nincs a probléma, ugye? Igen. Tehát, ameddig van, tehát tart a lista a különböző nemű kérvényezőkről, addig úgy gondolom, hogy nekik érdemes adni az állami gondozott gyereket. Lárva gyereket. Aztán, hogyha ez a lista ez kimerül, és még van egy nemű pár olyan, amelyik szeretne örökbefogadni, akkor nekik kell adni. Másodrendű állampolgárokként kezeled őket, náci. Most behúztalak a csőbe. Hát igen, szóval, hogy a igen. A karácsony erről fog beszélni. Azt gondolom. Ja. Karigeri fizeti famot, tudod? Ja, a závec. Szóval én azt gondolom, hogy családban egy gyereknek mindenképpen jobb felnőni, mint állami gondozásban. Tehát mindenképpen a család az jobb és alkalmasabb erre. Viszont... De azt gondolom, hogy a különböző nemű szülőknek annak van egy, hát egy nagyfokú evolúciós előnye, azért van ez a tapasztalat, hogy ez az apakép, meg anyakép, ezek így fontosak a nevelésben, tehát hogy ezek azért fontosak, hogy ezt a kétféle mintát a gyerek megkapja. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ez azért így számítson. És szóval, hogy őszintén én erről így ezt gondolom, hogy ez lenne a méltányos, meg ez lenne a helyes, de te meg nem így gondolod? Meg itt középúton akarsz járni, és ezért így is úgy is szemét vagy. De mi, tehát akkor a vélemény... azt mondod, hogy az egyik szélsőséges vélemény az, hogy minden gyereket adjunk először is melegpároknak. Ha a melegpárok elfogytak, akkor töltsük meg az intézeteket, és ha még marad gyerek, akkor heteropárok is kaphassanak. Hát ez az egyik szélsőséges vélemény. Ha kevesen vannak a melegpárok, akkor föl kell melegíteni a hidegpárokat. A másik szélsőséges vélemény az meg az, hogy először is a heteropároknak kell odaadni, a többi az maradjon az intézetbe, a meleg párokat, azokat meg össze sem szabad adni. De figyelj, és mi van, hogyha egy olyan koncepciót képviselnék, ami ismert a történelemből, hogy 6 éves korába elvenni minden szülőtől, és akkor az állam neveli katonatiszteknek a segítségével. Katonatiszt 1, katonatiszt 2. Na ez nagyon jó. Nagyon jó. Szóval... De tényleg, azért te is mondd már el, hogy te mit gondolsz erről. Tehát te szerinted mi lenne a helyes? Vagy te mit gondolsz erről a
egynemű, különböző ugye, nemű, állami gondozás, kis lelenc gyerekek sorsáról. Én azt gondolom, hogy, hogy gyereke válogatja és szülője válogatja. Tehát ilyen, ilyen egyéni, nagyon igaz. Egyedi elbírálás. Tehát nézd, az biztos, hogy, én is vagyok annyira náci, hogy a heteropárokat részesítem messze előnyben. Várjál, tehát, kérdés. Értem az egyedi elbírálást. Tehát van egy rossz anyagi körülmények között élő heteropár, és van egy jó anyagi körülmények között élő meleg pár. És neked kell döntened arról, hogy a kis lelenc gyereket melyiknek ad. Akkor te melyiknek adod a jobb körülmények közé a hát a meleg házasságban nevelkedjen. Ha a körülmények csak anyagiak, akkor a szegényekhez. Mert az anyagi körülmény az másodlagos egy gyerek esetében. Érted? Lehet, hogy még túl el is kényeztetett egy gyerek egy jó anyagi körülmények között élő szülőknél. Figyelj! De tudjuk, hogy léteznek azok az anyagi körülmények, amelyek már visszahatnak. Tehát, amelyek már alkoholista és rendszeresen veri az asszonyt, nem, akkor mondjuk az más. Nem, tudod? Csak mondjuk akkor a szegénységük, hogy az már... A mély szegénységről beszélsz? Igen, már-már nyomor, igen. Aha. Ebben az esetben mély szegénységben élő emberek nem nagyon akarnak örökbe fogadni, szerintem. De egy kurvára csodálkoznék. A kockás papíron bármikor akarnak. Hát pont ez a lényeg ezeknek az elméleti hipotéziseknek. A mély szegénység, hát a bal oldalnak szokott ez lenni a betegsége, hogy nem nagyon tud a valós életről semmit, érted? Hanem csak a kávéházból, meg a konferenciákról, meg a külföldi ösztöndíjakról, meg az egyetemből, tudod? Tehát ez a baloldaliság ma azt jelenti, hogy az egy speciális értelmiségi létforma. Tehát ezt kell tudni arról, hogy mi az, hogy baloldal. Szóval, várjál, most gondolkodom azon, amit mond. Figyelj, még maradjunk egy mondat erejéig a témánál. De a reális életet figyelembe véve, Robi, a mély szegénységben általában kurva sok gyerek születik. Nem, hogy örökbefogadás, onnan kerülnek be az intézetekbe. Tudod? Vagy nevelőszülőkhöz. Uh-huh. Ja, én nem csak katona voltam, szocmunkás is. Egyetemista koromban. Meg egyszer nem volt melóm, és akkor egy darabig. Uh-huh. Gyerekjóléti szolgálatnál. El tudtok képzelni? Azt tudod, hogy létezik olyan, hogy demiszexualitás. Az mi? A demiszexuális egyén... De mi az? A demiszexuális személy az attól gerjed fel, hogyha erős érzelmi kapcsolat fűzi őt a partneréhez. De figyelj! Viccen kívül! Ezt régen normálisnak nevezték. Igen, ez a demiszexualitás, hogy erre van egy név. Pervers kisebbség, akik titokban és ez üldözik őket hatóságilag. Ez a demiszexualitás mint nácikat. Hogy igen, hogy baszki, te perverz állat, nem vagy hajlandó baszni, mert előtte beszélgetni akarsz. Megismerni a másikat. Hogy érzelmileg közel kerülj hozzá, mert csak akkor tudsz baszni. És hogy ennek van egy ilyen latin neve is, a szapioszexualitás. Bocs, az, hogy a csaja az agyra gerjed. Aha. Tudod, így nyalogatja az agyat. Vannak ilyen karikatúrák. Ez a szapioszexuális, az azt jelenti, hogy az okos csávók, érted? Az okos csávókra. Én eddig azt hittem, hogy ezek a nők. A nők gerjednek az okos csávóra. Igen, de kiderült, hogy ezek a szapioszexuálisok, bazd meg. Ilyen. Én végig azt hittem, hogy ezek a nők. Mit gondolsz, miért volt egy halom csajom ilyen emberként? Mert szapioszexuális volt mind. Ja. Szapioszexualitás. De újabb és újabb nevezékek vannak bevezetve arra, amiről eddig azt hittük, hogy ez az emberiség. Demiszexualitás és szapioszexualitás. Az LMBT... Mert mindenki kisebbségi. Tudod, mindenki más. Volt ilyen reklám, az igen, még gyerek te is más voltál. Vagy, te sem vagy más, az volt. Igen. Így van. Az LMBTQIA+, ez lett a neve. Azzal a plusszal megoldották, hogy ezt most már nem ragozzuk tovább.
Plusz ott van a végén, és így nem sértődhet meg senki, hát te vagy a plusz. De olyan jó lett volna, hogyha egy új ABC-t csinálnak, tudod? És akkor mind van a kverti billentyűzet, tudjátok, az írógépen, hát meg minden ilyen tabulatúrán. És akkor így ebből az LMBTQI-ból lehet az LMBTQIA, B, X, Y, és az meg végig kell mondanod, és hogyha nem vesznek fel egy csomó helyet. De a legcsodálatosabb, nem lehet szoc munkát. De a legcsodálatosabb az LMBTQIA plusz mozgalomban az a queer, az a Q-val írt. Azok tudod kik? A queer, kik. Például a kurvák. A queer, az mindaz, ezek a furák. Mindazok a queerek, akik tök heteroszexuálisak, tök normálisak, de szeretnek az LMBTQIA plusz mozgalom tagjaival együtt lógni. De! Ők a queerek! Ők a queerek, ők olyan furák. Miért furák? Hiszen szeretnek a szivárvány zászló alatt vonulni. Kvázi... Nem. De többet jelent, többet jelent. Mennyivel? Az, hogy van bennük egy ilyen, amit a reakciós fasiszta társadalom, a kispolgárok, a konzervatívok, a jobboldal, a reakciósok, a nácik devianciának neveztek. De milyen deviancia? De milyen deviancia van bennük? Az abban, hogy van egy ilyen devian. Például a prostikat egyes én olvastam ilyet, oda sorolják. Most lehet, hogy majd kijavítanak. De nem prostiknak hívják. De esküszöm, nem én találtam ki, hogy olvastam. A queer? Tudod? A queer az a furák, az... A fura. Tudod, nem, fura, tudod a ki furák. A queer? Tudod ki a queer? Na. Az a queer, aki kurvára szeretne az LMBTQIA plusz mozgalomba tartozni, de kurvára nincs semmi olyan kezdőbetű, amit fel tudna mutatni ehhez. Hát semmi olyan alternatív szexualitással nem rendelkezik, de ő is jött. És kellett neki egy betű, bazd meg, és odaírták, hogy queer. Hát te leszel a queer. Te leszel a mi hetero barátunk. A queer. Olyan fura vagy, hiszen nem a többi heteróval lóksz, hanem velünk. Tehát te queer vagy. Jó, én máshogy tudtam, de ez mondjuk tetszetősebb, amit te beszélsz. Te figyelj, hogy... Mert így te is lehetsz queer. Világos, hát igen. Ön is lehet Puzsér. Ez egy kvíz műsor címe. Ez a mozgalom annyira aszexuális, hogy... A kvír? Nem, az LMBTQIA plusz mozgalom. Ugye arról van szó, hogy annyira traumatizálta őket az az élmény, ami őket az LMBTQIA plusz mozgalomba vezette, hogy nem érdekli őket a szex. Csak a mozgalom. Csak a mozgalom. Hát ez a tiszta kommunizmus, bazd meg. Igen. Az volt a szexuális. De hogy az a furcsa, a közösülés is pártunk. Az a furcsa, hogy a szexuális szokások alapján, a szexuális vonzalom alapján szerveződő mozgalom, hogy lehet a szexuális. Hogy lehet a szexuális az a mozgalom, amelyik abból indul ki, hogy mi vagyunk a leszbikusak, a melegek, a biszexuálisak, a queer, érted? Tehát eleve szexuális... Mely aszexuálisok is benne vannak. Igen, tudod, az a végén. Az a. Igen. És utána jön a plusz. A L, leszbikus. Igen. L, M, meleg, B, biszexuális. Biszexuális. T, transz. Transz. Q, queer. I. Interszexuális. És az A, az pedig az aszexuális. Igen. De mit keres itt az aszexuális? Bassza meg! Mi a picsát keres itt az aszexuális? Ő is egy szexuális kisebbség? Hát leszarja a szexet! Miért jött? Azért, Robi, mert az ateizmus is egy vallás. Vágod? Aha. Hasonló. Az aszexuális az a szexualitás, ami a nem szexualitás. Nem, az aszexuális az, amelyik olyankor, amikor nem maszturbál, sosem a szexre gondol. Hogy van ez? Tehát ő se nem faszra, se nem pinára nem gondol, amikor nem maszturbál. Ja, így van, igen, precíz, korrekt, értem. Hát a tudomány hiába. Jó, csak aszexuális az miért van traumatizálva szexuálisan? Tehát most őt milyen szexuális
identitásában sérti a társadalom. Sérti, hiszen ő aszexuális. Sérti. Miben? Sérti. Hát rá akarja kényszeríteni a faszt, pedig őt nem érdekli. Hát gondolj bele, hogy mennyi ezenek bántásnak, csúfolódásnak vagy kitéve, lenézésnek, megvető pillantásnak, hogyha mit tudom én, nem vagy nagy kan, nem vagy jó punci, érted, ilyesmi. És akkor ezért lenéznek téged. Hiszen a szexuális teljesítmény az egyfajta kulturális státusz. Te ezzel, mint aszexuális nem rendelkezel, ezért lenéznek. Hú, bazd meg, elmegyek hozzájuk dolgozni. Mindent meg tudok magyarázni. Az meg. Ez lenne a kampány. Nem az ávec. Na. Megvan az a izé, megvan az a, az a csávó, aki felszállt a repülőgépre, és ott ült mellette a kövérnő, ő meg megesemesezte a feleségének, hogy itt ül mögöttem, vagy a haverjának, vagy kinek, hogy itt ül mögöttem, mellettem ez a nagyon-nagyon dagadt... Nem ismerem a sztorit. Dagadt nő, tudod, és a nő meg beleolvasott az SMS-ébe. És? Amit ő így írt. És hát annyira traumatizálódott a kövér nő az SMS-től, hogy utána beperelte ezt a csávót, és megnyerte a pert. De hogy nézheted bele a... Ő nem akarta elolvasni, ő csak arra fordította a fejét, és meglátta a dagadt disznó szavakat. Megnyerte a pert. Meg. Nem áll. Aha. Hú, bazd meg, milyen ország ez? Egyesült Államok. Bazd meg, sem Észak-Korea? Ó, bazznek. De ez nem ugyanaz az eset, mint amikor a hősünk belerakta a macskát a mikróba, és lejátszotta a macskát a mikrón, és amikor kiderült, hogy a macska meghalt, és nem pedig megszáradt, mert ugye meg akarta szárítani a macskát, ezután beperelte a mikrohullámú sütőgyártó céget, mert nem volt föltüntetve, hogy nem szabad macskát szárítani benne, megnyerte a pert, és a következő szériára már rá volt írva, hogy házi állatot nem szárítunk a mikrohullámú sütőben. Vagy csecsemőt ráírtak? Most így... Te figyelj! Te nagyon sok pénzt tudnánk mi keresni ezzel, ha komolyan vennénk magunkat, nem? Ilyen, várjál, gyártsunk ilyen trigger warning. Egyszerűen le kell játszani egy csecsemőt, utána jöhet a per. Gyártsunk ilyen trigger warningokat. Tudod, és akkor bazd meg kurva sokat. Viszont a csávó, aki rábaszott a dagi nővel, hú, bazd meg, ezért most be fognak perelni, mi? Akkor az ott, tudod, mit találtam ki? Olyan számítógépes program, Android program a izékre, a telókra, hogy ha ilyen non-PC szavak jelennek meg, akkor ilyen vörösen elkezd villogni, bazd meg. Ha begépeled azt, hogy mit tudom én, dagadt, akkor így villog, hogy vigyázz, bazd meg ezzel a szóval. Ami csak kétesélyes, akkor mondjuk az ilyen rózsaszínen, vagy zöldként, érted? És akkor bazd meg minden egyes ilyen olyan szó, aminek van olyan konnotációja, vagy olyan asszociációs holdudvara. Hogy rábasszál miatta. Hogy rábasszak miatta, érted, az azonnal a beépített program, mint egy ilyen kis gondolatrendőrség, az úgy kiírja neked, hogy kurvára vigyázz, hogy te begépeled azt a szót. Szabadalmaztassuk már, bazd meg. Keresnénk vele. De a jövő okos otthonai azok olyanok lesznek, hogy megpróbálsz megkúrni egy nőt, és nincs aláírva a nyilatkozat, akkor letilt. Az hát beleegyező nyilatkozat, ha persze az okos otthon. Nem enged be a házba. Nem, hát letilt. Hát az a lényeg, hogy elkezd rázni árammal, ne basszál. Ja, én azt hittem. De írasd alá a nyilatkozatot, hát nem erőszakot követsz el éppen, bazd meg. Hát jó, hogy az okos otthon közben lép. De és hogy ki nyúl. És örülj, hogyha nem küld róla jelentést rögtön, nem veszik föl az okos otthon, ahogyan meg akarod baszni azt a nőt, aki nem írta alá a nyilatkozatot, és küldi el mindjárt a bulvár újságnak, hogy hát neveljen. Hát legközelebb meggondolod. Te most ezen mit? Röhögünk. 5 év. Neked meg a sitten. Nekem mi a sitten? Hát mert ilyeneket beszélsz. Vágod. Ez olyan. Na, térjünk vissza a buzikra. Békésebb téma. Te! Fölmerült, ezek szerintem mindent tudsz a témáról, tehát én nem tudtam, hogy hatalmas nagy szakirodalom rendelkezik a ödipális fixációval kapcsolatos problematikáról. Robi, ezek szerint te olvastad ezeket a szakvéleményeket. Akkor nyilván arról is tudsz, hogy ugye a gendernek, figyelsz? Figyelek hát. A gendernek
annak a, meg ennek az egész kultúrbalosságnak a, ugye ez egy anti-evolucionista és anti-biologista, minek nevezzem, világnézet, rendszer, szerű, akármi, halmaz. És gyűlölik a biológusokat, meg gyűlölik a szociobiológusokat, gyűlölik az etológusokat, tudod, ez mind náci, aki azt hirdeti, hogy a kultúrának a különböző sémái, sablonjai, mintái, tehát ezek a patternek, amik mozgatnak minket, azoknak biológiai gyökereik lehetnek, tudod? Meg az állatvilágból hozni példát, stb. Az ember korlátlanul nevelhető, alakítható. Ez az ős balosság. TGM. Bármit, téged csak a minden társadalmi és történeti konstrukció. Na de bazd meg, ha így van, akkor mi bajuk van a buzikát nevelésével? Hoppá, ott biológiai, hirtelen ott izék leszünk, biologisták, fasiszták, evolucionisták, hozzuk az állatvilágból a példákat? Hát ha az ember történeti konstrukció, hát bazd meg, hát akkor át lehet mindenkit mindenre nevelni. Várjál, hát ez azt jelenti, hogy nincsen genetika. Logikai ellent. Igen, hogy arról van szó, hogy nincsen genetika. Várjál, arról van szó, hogy szerintük nincsen genetikai hajlam semmire, semmi iránt. Hanem van, az ember azt tabularáza. Tulajdonképpen, ja. Tehát tagadják a genetikát úgy, ahogy van. Hát nem tehát... tagadják, de utálják, és ja. vannak hajlamok, de az ember korlátlanul alakítható. A korlátlanul alakítható... nekik nem, egyébként nem az a problémájuk van a melegek át nevelésével, hogy ne lehetne átnevelni a melegeket szerintük, hanem az a problémájuk, hogy miért a melegeket kéne átnevelni. Miért nem minket meleggé? Ugyanezen az alapon. Ha. Tehát ők nem mondják azt, hogy minket kell átnevelni meleggé. Ha persze. Azt sem mondják, hogy a melegeket kell heteróvá. Ők azt mondják, hogy bárki bármivé átnevelhető, itt a nehéz kérdés az az, hogy mi a normalitás, amivé át kéne nevelni. Érted? Ami egyébként... Nem így van, Robi, nem így van, mert amikor fölmerül, ugye a trombitásnak a hírhet műsora kapcsán fölmerült itt a izé, tudod, hogy jött valami csávó, és ott magyarázta a tévében, hogy vannak ezek a meleg átnevelő izé, programok, meg mit tudom én, szerintem egyébként baromság az a meleg átnevelés, tehát itt sajnos a Lipsikkel értek egyet, ellenben, érted, hogyha a genderisták... Azt, sajnos a Lipsikkel értek ez, egyet, jó. És ilyenkor így elmorzsol egy köncseppet a szemes arkában a fam. Ez nem könnyű. Na, jó van, ez csak retorikai fogás részemről, ilyen alkoholpótlék. Na, tehát, hogyha, tehát nekem az illogikusságnak kettős mérce, tudod, azt szokott, tehát én nem tudom, hol az igazság, nem is akarom megtudni ezekbe a dolgokba. Engem a kettős mérce szokott irritálni, tudod? Tehát, hogyha bazd meg azt mondja a kultúrbalos komisszár, hogy az ember alakítható, meg így úgy amúgy, akkor utána miért érvel azzal, hogy na jó, de hát a homoszexualitás az egy olyan hajlam, amit tudod, az izé alakíthatatlan, és ott miért? Ott miért? Éppen ott miért? Igen. Azért, mert kamuba az meg az egész, és csak igen. Politika, igen. Érted? Áltudományos fasságok, úgy, ahogy van. Így van. Egyébként szerintem az a pervers, tudod, mert minden arról szól, hogy van a normális szex, meg van a pervers. Ja. Na. De hogy mi a pervers, azt döntöm el. Tisztázzuk, hogy mi a pervers. Ki a zsidó, azt én akkor mondom. Akkor én úgy gondolom, de most ez egy munkahipotézis, nem mondom, hogy feltétlenül így van. Én bedobom ezt a munkahipotézist, és dolgozzunk vele, és aztán jussunk el valahova. Én úgy gondolom, hogy azon kívül, ahogyan az állatok basznak, tehát amikor a négykézláb hátulról kopulálnak. Tehát amikor hátulról a hím megbassza a nőstényt, na, ez nem pervers. Tehát ebben semmi pervers. Tényleg nem. Ez az egyetlen, ami nem pervers. És ezen kívül bármi, amit csinálsz, az pervers. Amikor már a nőstény már megfordul a faszon, szembefordul a hímmel, már élvezkedni akar. Hogy fantázia. Az már pervers. Valójában mi a definíciója a perverziónak? Ami nem a természetes. Minden, hát igen, ami nem a természetes. Tehát a hátulról a nőstényt meglepni fasszal, ez nem pervers, de ezen kívül minden pervers. Így
az az igazság, hogy mindenki úgy gondol erre a perverzióra, hogy természetesen perverz az, ami nekem már nem fér bele. De hímneműek is szoktak az állatvilágba is, ez kétségtelen. Hát akkor a buziság se perverz, ez hát, a rossz hírünk van. Bezony. Hát ez szarű. Bezony, és majd mindjárt ér... Szó szerint. A homofóbok számára, tehát ilyen, főleg ilyen nemzeti homofóbok számára most rossz dolgokról fogunk beszélni. Óriási tabukkal fogunk előrukkolni. A homoszexualitásnak van azért egy másfajta tradíciója. Hát, tehát nálunk ugye azt mondjuk, hogy homoszexuális, illetve ez a szó ez már annyira nem oké, meleg. Tehát honnan a faszból jött ez, hogy meleg? Miért meleg? Ez mi? Hát, ezt már rég meg akartam kérdezni, de senki nem tudja. Hát én egyszer valaki azt mondta meg, hogy meleg szívű, meg izé, de... Nem, szerintem ez szerintem kb. Erről van szó. Arról van ez szó, a szeretet, hogy a nők gyöngédebbek, a nők érzelmesebbek. De férfiakról van szó. Mint a férfiak, ugye? Ugye? Most vannak azok a férfiak, amelyek ebben a tekintetben sokkal inkább emlékeztetnek a nőkre. Aha. A melegek. Ugye. Így már érted? Aha, uh-huh. Mert nőjes. Uh-huh. Na, és erről van szó. Ugye, mi a toposz? A homoszexuális férfi nőjes. És ez az egész, ez ugye, meg a meleg büszkeség napja az New Yorkból indult, amikor a rendőrök az 50-es években állandóan zaklatták a melegbároknak a vendégeit, és a, hogy hívják azt a híres negyedet? Greenwich Village. Ugye? Uh-huh. Igen, te vagy otthon ezekben a témákban, te vagy az amerikai, kulturálisan, én kelet-európai vagyok, tehát, és akkor kimentek, elegük lett a picsába, az aklatásba, és kimentek az utcára. És akkor innen indult ez az egész. Akkor ez egy heroikus izé volt, egy progresszív valami. És innen indult ez az egész. És valahogy összekötődött számunkra ez a liberalizmussal. Meleg jogok, szivárványzászló, meleg felvonulás, meleg büszkeség napja, homoszexuálisok, nőiesek, liberális, városi, belvárosi, urbánus, zsidó, ugye? Most képzett körről van szó, ugye? Egy jobber izé, tahónak a fejébe ez így összeáll, mint a szarra izébe. És ne bazd meg, mi van Ernst Röhmmel? Uh-huh. Tudjátok-e, ki volt Ernst? Na, emelje fel a kezét, aki tudja, ki volt Ernst. Nem így kell felemelni. Ő volt a Führer sokáig odaadó barátja. És homoszexuális. Hírhetten homoszexuális volt. Amúgy, de nem az a langyi buzi fiú. Dél-Amerikában volt egy darabig zsoldos bazd meg, első világháborús veterán, ilyen forradások az arcán, és ez a bajonettel mászkált állandóan, és az SZ-nak a vezére. És az egész SZ tele volt buzikkal. Ez volt az egyik indok, ürügy egyébként, mert nem ezért nyírták ki őket, hanem ez egy hatalmi leszámolás volt. A hosszú kések éjszakája. Kifejezetten azért nyírták ki őket, mert ők második forradalmat akartak. Így van. És a hadsereg ők valójában a Nemzeti Szocialista Német Munkáspártnak a forradalmi baloldali frakciója voltak, és ők kifejezetten azt várták, hogy a Führer számoljon le a német nagytőkével. Mert hogy ez ugye így lett meghirdetve. De a Führer pontosan tudta, hogy mit köszönhet, és még mennyi mindent várhat a német nagytőkétől, ezért Hitler kiegyezett a német nagytőkével Röhmmel szemben. Tehát tulajdonképpen választania kellett a német gyáriparosok és a saját bajtársa között, és hát a Führer a német gyáriparosokat választotta. Hát világos. És a hosszú kések éjszakáján leszámolt az SZ-val és Ernst Röhmmel. Gyakorlatilag rájuk küldte az SS-t, itt váltotta fel az SS-t az SS, mint birodalmi német rohamcsapat, és a Hitler ezért is nevezte el ezt az éjszakát a hosszú kések éjszakájának, ez az ő szellemesnek szánt kifejezése volt, mert ezt a leszámolást kifejezetten egy ilyen orgiának az éjszakájára időzítette a Führer. Hogy a propaganda úgy mutathassa be, hogy az SZ az egy ilyen buzitársaság. Igen, és amikor azokat ott a géppisztollyal lekaszabolták, akkor ott lobogtak a faszok mindenfelé. És erről nevezte el Hitler ezt a hosszú kések éjszakájának.
Én azt hittem, hogy a bajonettekről, de nem. Hát én naív vagyok. Na, Visconti, ő egy nagyon híres filmrendező volt, azt hiszem már meghalt, nem tudom, hogy meghalt-e, és van egy 70-es évekbeli filmje, a Elátkozottak. Ha akarsz valami geci nyomasztó filmet nézni, ezt ajánlom szíves figyelmetbe, te szereted a kamaradarab-szerű filmeket, ez egy 3 órás kamaradarab, bazd meg, egy német gyáriparos családba, ahol az egyik náci, a családfő SZ tag és homokos titokba, de felesége van, állati nyomasztó film, és a Hosszú kések éjszakáját bemutatja, és ott azért tudni kell, hogy az SA meg az SS között volt rivalizálás. És az SA a taglétszáma alapján nagyobb volt, mint a hadsereg egy időben. Tehát azért volt itt egy ilyen hatalomféltés is. És a Visconti filmben, ami persze nem dokumentarista jellegű, tehát azért nem úgy volt, ahogy ő ezt ábrázott, ez egy szimbolikus, kicsit expresszionista film, és ott bemutat, a napszakokon keresztül, tehát mit tudom, egy Himmler képre lövöldöznek a poénból a részeg ezék SA tisztek, érted? Mert gyűlölték Himmlert meg az SS-t. És ilyen hatalmas nagy csöcsű, ilyen szőke, bajor, Brünnhildék hozzák ki a sört a kemény SA legényeknek nappal, és akkor ott éneklik a náci izéket, és egyre, ahogy megy az éjszaka, tűnnek el a nők, és ilyen harisnyás szőke fiúk veszik át a izéket. Érted? Ilyen necharisnyás szőke fiúk veszik át a helyüket. És elvonulnak szobára, és akkor itt távolról már pirkad, még éjszaka van, de ez a farkasok órája, érted? Tehát ilyen, és akkor távolról ilyen motorzúgás, és akkor jönnek bazd meg ilyen motorcsónakokkal az SS bazd meg, és akkor ott szobáról szobára menve lövik agyon őket mind. Tehát kurva jó, kurva jó. Most kicsit beleéltem magam, nekem is kell valami szórakozás, érted? Na, várjál! Na, de itt nem csak az SZ-ról van szó, hanem a homoszexualitás, a férfi meg volt az SZ-nak a történelmi előképe. Ezt akarom mondani. Mégpedig az antik világban. Így van, például Spártában. Amiről hát a... Mi a Zack Snydernek a filmje. A Frank Miller képregény, a 300, igen. Egyébként neked tetszik. Diszkréten hallgat erről. Diszkréten. De igen, a Leonidas királyt nem látjuk fasszal a kezében. Szóval... Igen, érdekes. Jó, pedig ott annak a falangsznak megvolt a... Meg bizony. A másik fasza mellett, így ott mi kőkeményen kiállunk, és nem hátrálunk meg. A görögöknél a homoszexualitás Az nem egy ilyen elpuhult... És nem csak Spártában. Ne a római orgiákra gondoljunk, a kisfiúkkal meg egyebek, hanem meg a perzsa nagy királyok udvarára. Nem csak Spártában, az egész görög világ széltében, hosszában általános volt. Na most, és egyáltalán nem alternatív szexualitás volt. Abban az értelemben, hogy az nem úgy nézett ki... Hierarchikus szexualitás volt. Igen. Tehát ez nem úgy nézett ki, hogy te, Leonidas fiam, amikor nevelték, mihez vonzódsz? Hát, édesapám, szülő egy. Én a kettő, bocsánat, édesanyja, szülő egy. Én úgy inkább a faszhoz. Nagyon jó hír, édes fiam, mindjárt itt is van egy a szádba. Tehát nem ez volt a... Tehát nem bízták a gyerekre, hogy ő mihez vonzódik, vagy mit szeretne igazán a szájába, hanem az volt mondva, hogy fiam, most megküzdesz a farkassal. Tehát megküzdettél a farkassal, akkor pedig az ifjú kis padszomszédod fog téged beavatnia, vagy az Isten tudja, hogy a tanár úr fog téged beavatnia a férfi szolidaritásba, meg a férfi bajtársiasságba. A harcosok klubjába. Igen, igen. Igen. Tehát, hogy arról van szó, hogy a szexualitásnak volt alapvetően kétfajta szerepe. Egyik sem az élvezkedésről szólt, teszem hozzá. Volt egy, ami egyszerűen a bajtársiasságot kellett, hogy megacélozza, és több volt benne az élvezet egyébként, mint a heteroszexualitásban.
Tehát több volt benne az élvezet, de alapvetően a bajtársaknak az egymás iránti álhatatosságának a kötőanyaga volt, a cementje volt. Hát tudod, még írtak is róla, hogyha egymást védik a csatába. Csupa szerelmes pár végy, és a szerelmes pár alatt nem nő-férfit kell érteni, hanem egymást, érted, egymást védik, akkor milyen erős az a hadsereg. De ez egy nagyszerű, de hogy mondjam, ez egy nagyszerű közösségi élmény volt. Ezt kell, hogy mondjam, a szexualitás. Hát nem az élvezetről szólt, bár volt benne élvezet, de az egy nagyszerű közösségi élmény volt, egy közösségformáló élmény volt, ez a homoszexualitás. És emellett meg minden katonának megvolt a maga szexuális kapcsolata a feleségével, mert hát ezt nem lehet elkerülni, hogy egyszerűen gyereket akarunk nemzeni és fennmaradni. Az állam. Az igen. Állam számára. Igen. Tehát, hogy igen, az állam megkövetelte, hogy a feleségeddel is közösülj, mert annak gyereket kell csinálnod. De annyira erős volt ez, hogy tudod, hogy kiket küldtek haza a csatából. Nem azt, akinek gyereke van, de nekem gyerekem van, hagy éljem túl, nem. Akinek nincs gyereke, azt küldték haza, hogy legyen. Hogy legyen. Igen. És akinek van, az maradt ott megdögleni. Igen, igen. Valahol az Orbán Viktor is ilyen államról álmodik, hogy így a Szent Koronára gondolunk, és erekciónk lesz, és már meg is basszuk a feleségünket, hadd szülessen 4 gyerek, és akkor egyszerűen és megállítjuk a migrációt. Kész. És akkor volt Bibó Kolesszosok, azok buzik? Nem én mondtam. Nem lennék a helyedben, aki mondta, de nem én. Nem én mondtam, ne, ez kérdés hogy is nem volt. Te mondtad, az előbb mondtad. TGM írta. Ez ilyen szemétduma. Jó, egyébként várjál tényleg, tehát még az első Orbán kormány alatt TGM-nek volt egy cikke, ahogy azt mondja, hogy az első, hogy a fasizmus honnan jött, az első világháború a férfi összeizzadtak a frontvonalba bajtársaságból, és ezt ő analógiába vonta abba a cikkébe a Bibó Kolesszal. Tehát tulajdonképpen hogy mondjam, nem mondom, hogy lebuzizta őket, de arra asszociált az olvasó, és nekem egyébként ez jutott most eszembe, úgyhogy nem akartam én megbántani. Senkit sem, a Bibókkal ezt sokat se TGM-et, egész egyszerűen csak egy kósza, képzettársítás volt, áthallás, konnotáció, hogy a szakember mondja. Na, figyelj! Szóval arról van szó, és Plátonról kéne beszélni ám. Hogy nem csak Spártában, Athénban épp úgy, az a férfivá avatásnak, a férfi megalkotásának, kvázi közösségi megalkotásának az egyik fontos aktusa volt, hogy a mester az a tanítványt beavassa a férfi szerelembe, hogy úgy mondjam. És ebben nem, az a fontos, hogy ebben a szexualitásban nagyon kevés volt a mai értelemben vett gyöngétség. Hanem az egy durva vad szexualitás. De volt. Nem is olyan, mint a börtönökben, mert ott a megalázás a cél. Az más. Hanem az egy ilyen durva vad szexualitás volt. És valójában a mi civilizációnkat a heteroszexualitás, a férfiaknak a nőkkel való szexualitása szelídítette meg. Hát azáltal, hogy ez a szexualitás, ez a kereszténységben tabu lett, a legsötétebb tabu, és a férfi szexuális partnerének, a nő szexuális partnerének a férfi lett megnevezve és meghatározva, ezáltal a férfiakat a nők a maguk szexualitásával a családba szelídítették. Ja. Tehát az a fajta szelídség, az a fajta gyöngétség, az a minőség, ami egy magas szexuális minőség az én meggyőződésem szerint, az az antikvitásban gyakorlatilag nem létezett. Nem létezett. Ez tulajdonképpen az érzelgő zsidók a kereszténység által fertőzték meg ezzel a szilaj, árja népfajt. Igen. Jó, de azért mondjuk az érzelgő zsidókhoz visszatérve,
Azért annyira kurvára nem voltak ám érzelgősök azok, a zsidók. Ha elolvasod az tudod, ez az általános, ez az evoláiknak az általános vágya. Persze. Tudod, na, tudod. Na, majd mindjárt beszélünk a jobb oldal ideológiai. Meg Nietzsének. Majd mindjárt beszélünk, de várj, Nietzsche szerette a zsidókat. De szerette a keménységük miatt. Azt mondta, hogy az Ótestamentum úgy viszonyul az Új Testamentumhoz, mint Európa, ez a kis rokokó, nyamvat félsziget a hatalmas, vad, erős Ázsiához. Érted? De várjál. Térjünk vissza erre az egész okkor. Azt írja Platón, Szókrátész szájába adva, hogy... Minden értelemben. Jó. Gondoltam a mocskos mindeneteket, hogy nővel azért közösül az ember, hogy gyermeket nemzen, férfival az élvezet miatt. Ez azt hiszem az államban van, ha jól tudom, nem biztos, de Timájózban nem tudom, tehát valamelyikben az izé, érted? Előjön ez a kérdés. És így írja le. Igen, és hogy az a lényeg, hogy mindent így tudsz átadni neki. Tehát, hogy egyszerűen az a mester és a tanítvány viszonya az egy más minőség volt. Úgy tudom, egyébként Kínában is volt ilyen homoszexuális cucc. Tehát ezekben az archaikus társadalmakban nem volt ez, amit mi... És az a lényeg, hogy az a homoszexualitás az nem meleg volt, hanem jéghideg. Hát, tüzesnek lehet mondani inkább. Jó, nem? Akkor lehet. Na, meleg az, forró. Na, nem meleg, hanem forró. Egyébként a homokosoknak van ez a fajtája, tudod, ez a szubkultúrában ilyen vicces filmekkel látni, ez a kapitány típus. Tehát ez az izé félmeztelen ilyen szíjakkal, és akkor ilyen tengerés sapka van rajta. Bajusz, bőrnadrág. És a tengerész, és maga a tengerészek, mint tudod, ott nem volt nő, és akkor na igen, ott voltak dolgok állítólag, tehát nyilván hozza ezt az egész, hozza ezt magával. Igen, de mi magyarázza a rendőrruhás csávót? Ja, tehát, tehát valahol egyébként meg a homoszexuális szubkultúrában megvan ez a férfias ilyen torz módon, ez a kapitány. Tudod, a Rendőrakadémia című filmben volt, hogy a kék osztalig a bárba ott a csávókat, akikkel ki akartak baszni, és akkor ott a kapitánnyal kellett tangózniuk, azok félmeztelen csajokkal ezértek, mulatták az időt a többiek. Na, szóval, hogy egy csomó film ilyen akkor még ugye PC annyira nem volt, viccet is csinált ezekbe a dolgokból, de van komoly feldolgozása, az Al Pacino játsza, Az a buzi téma. És ugye, és ott fokozatok vannak, ilyen hierarchia van. Szexuális hierarchia. Keményen. Semmi liberalizmus, meg semmi bikáknak hívják, vagy ilyen a legfelsőbb kasztot, tudod? És azok tesznek ki vörös kendőt, nem, rég láttam, elfelejtettem. Annyira nem vonzott a téma. Na. És itt egyébként, hogy a homoszexualitás megítélése, ugye, az voltak éppen zsidó. Tehát a mai jobboldali konzervatív megítélése az zsidó. Hát a keresztény az ilyen értelemben zsidó eredetű. Igen. Igen. És hogy valójában az a... Nem pogány. Az a szilaj pogány igen. Indogermán népfaj, tudod, az amire mindig a hivatkozás van, tudod, ott ez nem volt tabu. Más kultúrákban se. Most persze kihegyezted az árjákra. De hogy ott ez nem volt tabu. Nem, igazad van. De hogy ez valójában, nem, ez a judaizmusban volt tabu. Ez más kultúrákban sem. Tehát ez valahogy a judaizmusban kezdődött az egész. Egyébként várjál, figyelj! Ez az egész homoszexualitás tabu, vagy a homoszexualitás keresztény elítélése, ha jól tudom, Szent Pálnál jelenik meg. Az evangéliumokban nem tudok arról, hogy ez eleve, mint téma fölmerülne. De Szent Pál is azt írja, hogy férfi paráznák. És feltételezhető, hogy ez nem szimplán homoszexuálisokat, hanem férfi prostituáltakat jelentett. Tehát nem, de ez mondjuk tényleg egy szakértőre lenne szükség. Csak én ezzel sosem foglalkoztam. Viszont szerintem lovaguljunk át, hogy a jobb oldal azok az értékei, amit most már mindenről ez jut eszetekbe, mi? Ez bennetek van ám, vágjátok, el kéne menni pszichológushoz, bizony, vannak kiváló segítő szakemberek.
Na tehát, a jobb oldalnak az önképe, tudod? Ez, hogy nemzeti érzelmű, elutasi, családcentrikus, elutasítja a homoszexualitást, vagy ezeket a devianciákat, érted, ilyen hajlik a puritanizmusra, vagy legalábbis, hogyha titokba disznókodik, azért a puritanizmust azt piedesztára emeli, mert ugye képmutatók is. Ez bazd meg. De közben elítélik a francia forradalmat. Rohadt büdös, jakobinus, kommunista, bolsevik, szemetek, bezzeg a királyság, az ancien rezsim, a Lajosok, ó! Baszki, ha valaki ismeri az ancien rezsimet, Talleyrand mondta, hogy aki nem élt az ancien rezsimbe, az nem ismeri az élet édességeit. Ott mikről írtak, bazd meg? Apáca leszbizmus a zárdába. Hermafroditákkal foglalkoztak. Nem cserék. A csecsemőt szoptatni egy arisztokrata párnál ciki volt. Az anyaság mint olyan undorító volt. Dajkák voltak, szoptató dajkák. Az arisztokrácia szupranacionalista volt, mondjuk internacionalista, csak nem a bolsevik értelembe, kurvára szart a nemzetre. A jakobinizmus ezzel szem, és élvetek volt, és elpuhult, és orgiázott, és minden volt. Minden volt. Minden. Ezzel szemben a jakobinusok férfiasságot, nemzetet, keménységet, puritanizmust, harciasságot, családcentrizmust hirdettek. Az egész jobboldal úgy, ahogy van, jakobinus eredetű. Jakobinus bizony, bezony. Ez neutrális ténymegállapítás. Semmi köze a királysághoz, meg az ancien rezsimhez. Hogyha visszatérne a királyság, visszatérnének a Lajosok, főleg a 15. Lajos korabeli időszak. Hát az összes ilyen, a izével, a, hogy hívják azt a professzort, aki a Bayerrel szokott izéni, dumálni, a összeesküvés elméletes Bogár, csávó. Bogár. Bogár professzor, meg Bayer, meg akik itt szít, Trombitás Krisztóf, meg akik szídják itt a francia forradalmat, meg izé, a királyság, minden. Hát hazzeg, az Lipsib volt a Lipsinél. Hát összeszarnák magukat, ha az a világ visszatérne. Hát az izé, az genderisztán bazd meg. De tényleg. A jobboldal jakobinus, a jobboldali tradíció a francia forradalomba gyökérzik, meg a Cromwell-féle forradalomba. Maga az újkori nemzetfogalom. Hát azért, mert ott született a nacionalizmus. Van, csak nem tudják a történelmet, baszki. Hasonlíts össze egy rokokó festményt, egy Fragonár festményt, egy Boucher festményt, az a hintáztatás, meg ilyen erotikus képek, lopott csók, de közben megy a szoknyája alá, meg mit tudom én, tehát pedig egy rokokó festményt a Dávidnak a izé képéve, Horáciuszok esküje. Aztán Robespierre híve lett, aztán Napóleonnak is a festője. Ismeritek, gondolom, a képet, ha volt életetekben, középiskolás történelemkönyv a kezetekben. Bezony, bezony. A jobb oldal hülye és bunkó. Nem ismeri a saját gyökereit, és fasságokat beszél. Az izraeli parlament, a Knesset, a feloszlatása utáni utolsó, még törvényhozásra felhasználható időszakában elfogadta a prostituáltak ügyfeleit büntető jogszabályt, valamint a dohányipari termékek reklámozását tiltó törvényt. A prostitúciót tiltó egyhangulag elfogadott törvény szerint a prostituáltak szolgáltatásait igénybe vevő, vagy azt megkísérlő személyt pénzbírsággal büntetik. Ne. Hát itt történik az, hogy a feminizmus és a vallási fanatizmus szövetségre lép. Na most tulajdonképpen, most itt belelovaltam magam a jobb oldal lebunkózásába, és egy fél perc alatt a Bayer Zsolt híve lettem, ahogy olvastad ezt a izét, érted ezt a cikket. Ingadozok érzelmileg. Nem bírom. Nem bírom, bazd meg. Ha a Bayer Zsoltnak a híve vagy, akkor az izraeli parlament, a Knesset döntésén nem háborodsz fel, hanem elismerően bólogatsz. Hiszen hát a szövetségeseidről van szó. Most. Benjamin Netanyahuról. Most. Az illiberális szövetség kötelékében. Hát, tehát igen. Kurvára ne háborodjál föl. Bayer Zsolt nyugodt, mint a tótükör. Aha.
És rajta tükröződik a hold, ahogy a zen példázatban van. Igen. Jó. Vagy Putyin. Valamelyikük. Igen. Tehát, most az tényleg kurva jó egyébként, ez a prostituáltak ügyfeleit büntető. Svédországban már évek óta megy, mert sőt, már több mint egy évtized. Az azt jelenti, hogy a prostituált kiáll a sarokra, fölveszi ilyen nagyon-nagyon rövid szoknyát, tudod? Uh-huh. Meg ilyen harisnyakötőt, tudod? Meg így kirakja a melleit. Igen. És így áll a sarkon, és azt mondja, hogy szép fiú! Te meg mész kibaszott frusztráltan, hát egy átlagos szerda délután. Nem basztál egy eon óta, tehát nem tudom, ezek ne, 25 éve basztál utoljára. De ha tudom, hogy az apura jövök a Puzsérral, föl se áll. Úgyhogy védve vagyok a prostik ellen. És azt mondja, hogy szép fiú, nem jössz el velem, és ahogy ezt így mondja, érteni, így érzed, hogy így futkos át rajtad, bazd meg a férj, összes tesztoszteron, ami maradt benned az évek során. és így kurva bizonytalanul, ilyen remegő térdel, tudod, így odamész hozzá, és így azt mondod neki, hogy így szabad. Hát persze, hogy szabad, ha ki vagy tömve pénzzel. És akkor mondod, hogy te hát ezt mennyi? Mondod, hogy szabad? Hát nem az, ez a kezdet, hogy mennyi? Nem, azzal kezdett, hogy hát szabad megbaszni, tényleg. Hát én úgy tudtam, hogy nekem nem szabad. Azt szokták mondani, hogy mennyi. És akkor mondja, hogy francia ennyi, komplett annyi. Ja, és akkor megjön a rendőr, azt mondja, hogy hoppá, tetten értelek, majdnem megbasznod ezt a... Mit is? Ezt az állampolgár nőt. Fasszal! És akkor így mondod, hogy de hát ő volt az, amelyik fölkínálkozott. És akkor erre mondja a rendőr, hogy hát ő teljesen törvény, nem, ez teljesen törvényes, hogy ő fölkínálkozott. Hát neki ez joga van. De hát miért van joga? Hát az állampolgári jog. Fölkínálkozni, megbaszni nem szabad. És akkor téged elvisz, és amikor ezben viszel, így mondja a nőnek, hogy szolgálunk és védünk, polgártársnő. És akkor te kérdezed a rendőrtől, miközben viszel, hogy hát legalább küldje már el az utcasarokról. Hogy küldhetném el az utcasarokról az állampolgárt? Neki joga van. Hát de mondom, ez egy kurva! Ne roncsod a helyzetén, Robert! Szexmunkás! Ezt nem így szex, mondják! De nem szexmunkás, állampolgár! Mi az, hogy szexmunkás? A szexmunka az nem legális. Szexmunkás lenne, hogyha a rendőrség nem lenne éber. És nem akadályozná meg a szexmunkát. És tudod, azt mondja, hogy persze, hogy maradjon. Hát persze, hogy... És akkor, hogyha... Tehát ez nem bűncselekmény kurválkodni, csak élni a szolgáltatással. Ugye? Éj, Robi. És most itt van az illiberális Izrael. De várjál, azt elfelejtetted hozzátenni, hogy mit mond a kuncsaf nélkül maradt potenciális szexmunkás állampolgár elvtársnő. A jó kurva anyád büdös rohadt zsaru, bazd meg! Hát miből fogok megélni? Ez az. Mehetek a cérna gyárba? 40 ezer forintért? Bocsánat. Arról van szó, hogy ez egy megélhetési stratégia. Én nem gondolom azt, hogy egy embernek, legyen az akár férfi, akár nő, akár transz, ne lenne joga ahhoz... Nem soroltad hogy, föl az összest. Mert a többinek nincs. 60 valamennyi szóval, van. Jó. Minden LMBTQIA plusz állampolgárnak joga van ahhoz, hogy a saját testét áruba bocsássa, és abból a pénzből éljen. A tested a tiéd. Nincs joga ahhoz, sem az államnak, sem a rendőrségnek, hogy téged korlátozzon abban, hogy a saját testedből élj. Az egy legitim döntés, hogy te a saját testedből akarsz megélni, te áruba akarod bocsájtani a saját testedet, és a saját testedből akarsz élni. Nem biztos, hogy én örülnék annak, hogyha, mit tudom én, nekem ebből kéne élnem. Nyilvánvalóan megélnék belőle, de nem biztos, hogy nyilvánvalóan nem szeretnék ebből. Valamilyen módon ebből élsz azért, csak nem úgy abban a formában. Nem akárkivel megyek el szobára, igen. Szóval, de ne legyen már ez egy illegitim döntés, érted? Tehát nehogy már jöjjön az állam, és azt mondja, hogy te
ebből már pedig nem élhetsz meg. Te neked a munkaerődet kell, de nem a fasszal, áruba bocsájtanod. Érted? Nem, tehát neked a pénztárgéppel kell babrálnod, nem a fasszal, és úgy kell megélned. Érted? Hát ez... Én azt gondolom, hogy itt arról van szó, hogy van egy csoport, amelyik prűd. És ez a csoport, ugye az LMBTQIA+ közösség, amelyik annyira prűd, hogy ugye szexuális, alternatív szexuális identitásokból, meg alternatív szexuális vágyakból, meg szokásokból építkezik, meg identifikálja magát, tehát kurvára prűd. De mégiscsak az, hiszen ott közben meg mégiscsak a traumák szervezik meg, és nem pedig a sajátos identitás. Ja. Az azt mondja, hogy te ne élj abból, te meg főleg meg ne adj annak pénzt, hogy ő abból megéljen. És még közben meg is baszd. De hogy valójában mi közük hozzá? Mi közük hozzá? Hát itt van két ember, a két ember hoz egy döntést, mind a kettő felnőtt ember. Egy prostituált, meg egy kuncsaft. Most ebben az az érdekes, hogy mert hogy ez a genderisztánban már régóta törvény, talán már két évtizedes, vagy másfél biztos Svédországban. Ott, ha jól tudom, egy ott élő, akkori ismerősöm mesélte még a 2000-es években, hogy azt hiszem két évet kaphat a kuncsaft. Vágod? Két évet. Kattan a bilincs, bazd meg. És de hogy egy illiberális államba, ez most hogy? Már Izraelbe. Vagy ennek van vallási színezete és az ortodox, de hát akkor a kurvákat is el kéne ítélni, basszus, hogyha ezt az ortodox rabbik nyomatják ott. Első alkalommal 2000 sékeles bírsággal büntetik, ez mintegy 150 ezer forint, ha tetten érik. Ha ismételten rajta kapják, akkor már a bírság dupláját kell fizetnie, és törvény elé viszik, ahol a bíróság akár 75.300 sékeles pénzbüntetéssel, ez közel 6 millió forint is sújthatja őt. Drága élvezet. Drága mulatság. Az indítványt együtt kezdeményezték jobboldali és baloldali, valamint centrista pártok képviselőnői. És már októberben elfogadta első olvasatban a Knesset. De utána félretették. Az izraeli feminista mozgalmak már 10 éve harcoltak egy eféle törvény megalkotásáért. Te! De itt arról van szó, hogy ténylegesen... És a férfi prostik? Hát van olyan is. Hát kevesebben vannak, de van. Érted? Létezik. Régen pikoló fiúknak nevezték. Igen, de nem elég, 100 éve. De nem elég, hogy létezik. Kell is olyas valaki, aki betartatja. Tudod? Meghozzák ezt a törvényt, de majd be is tartatják. Tudod? Tehát mondjuk egy öreg nő fizet a... De mondjuk egy csávót kell megvédeni egy nőtől. De hát miért kéne megvédeni egy férfit egy nőtől? Hisz a nőnél nincs fasz. Hát hogyan bánthatná? Aha. Hát a nő az nem tud bántani, aha, hiszen nincs fasza, amivel bántson. Hát micsoda hülyeség lenne erre pazarolni az államnak az értékes és hát nagyon szűkös erőforrás. Nincs hosszú kése. Ja. Hát most hogyan? Ja. Érted? Ajzé, a fütyi... Az fegyver. A fütyi az nem, de a fasz. Igen. Jelezném. A pöcs nem, de a fasz igen. Hát jó. Igen. Értem, tehát az fegyver. Olyannyira, hogy egyes pápua törzsek, mielőtt háborúba mentek volna, ilyen műfaszt ezért csatoltak föl magukra. Ilyen kihegyezett izét, mert az a férfi agresszivitást, az erőt, a potenciált, a harcos kedvet is jelezte. Vágod? Igen. Érted? Az a szó egyébként, hogy üzekedni. Üzekedni, érted? Az mit jelent? Mi van benne? Milyen gyök? Űzni, vadászni, érted? Tehát levadászod. Igen, de nem elragadó, hogy a konzervatív azok is. Nem megtalálta hát, magát. Hogy a konzervatív vallási fundamentalisták meg a liberális feministák. Kultúrbalos feministák. Igen, tehát arról van szó, hogy a baloldali nők, akik ebben a liberalizmusban, meg ebben a kultúrbalban, meg ebben a genderben utaznak,
meg, az, a, meg a, azok a családanyák, tehát az ilyen izraeli morvai Krisztinák, ezek közösen hoznak törvényt a prostitúció ellen. Nem a prostitúció ellen, a prostitúció mint szolgáltatás igénybevételével szemben. Ja, ja. Hát megvan a közös halmaz. Megvan a közös halmaz. A pasit le kell nyomni, mint a bélyeget. Az van. Hát, én, ilyen világot élünk. Én megfigyeltem, hogy Vágó István és a Skoda. Hogy jön ez ide, bazd meg? Plátón után, meg a Knesset után, bazd meg. Jó, akkor jó. Hogy értem ezt a Vágó István és a Skodát szerinted? Hogy vágom. Hogy érted? Hogy értem ezt? Vágó István és a Skoda. Igen. Az egyik egy cseh autó. Igen. Neki apámnak az volt régen. Igen. A Vágó István pedig egy kvízmester, és a DK-nak egy alakja, propagandistája, valamint a te ellenséged, ezen felül még a szkeptikusok mit tudom, vezér alakja. Igen. Aki annyira szkeptikus, hogy minden iránt szkeptikus, kivéve az ateizmust és Gyurcsány Ferencet. Ennyire azért nem szkeptikus. Tehát azért nem vigyük túlzásba. Szóval? Szerintem ez a két dolog az, ami így igazából túlélte a rendszerváltást. Vágó István? És a Skoda. De a Skoda túl... Abszolút. De a Skoda túlélte? Teljesen. Nem á. Hát ma is van Skoda ugyanúgy. De hogy gyártják? Mint ha nem is gyártják, mint az állat. És jó? De jó, hogy ne, mint előtte. De bocsáss meg, a Skoda egy híres gyár volt. Az. Vágó István is egy híres dolog volt már a 70-es években. De várjál. Ezt mondom, hogy a Vágó István és a Skoda az, ami minden mást elsöpört a rendszerváltás. És volt ez a két dolog, és az ember nem hitte volna, hogy bazd meg. Vágó István és a Skoda így állt a rendszerváltás után, mintha mi sem történt volna. Ezek történt valami? Hát mi végig itt voltunk. De várjál. Maradunk. A Baló is túlélte. Hát, valódi. Hát, félretették. Tudod, mi az igazság? Na. Hogy a Baló György a rendszerváltás előtt is egy ilyen, hogy mondjam, nem ez az első vonalbeli, és utána sem. Uh-huh. Tudod? Tehát, hogy így túlélte, de hogy így igazán, tudod... Szegénynek, bár mindig inkább ilyen liberálisabb volt, tehát ő az egy felkészült újságíró volt a szocializmusban is, azért volt egy ilyen ősbűne. 1986-ban Berec János. Berec Jánossal, az MSZNP, KB, akármiével, aki írt egy könyvet 56-ról, Ellenforradalom tollal és fegyverrel címmel, és akkor ezt ebből egy sorozatot, műsort csináltak, érted? Egy négy részest, azt hiszem, és azt végig a Baló vezette. És ezt ugye azóta sem mosta le szegény magáról. Vágod. István. Uh-huh. Na, de most hogy jött ide a Vágó meg a túlélő Skoda? Pusztán a túlélés? Hát, Buzik meg Knesset után? Nem, hát rabbik után? Nem, azt szeretném, hogyha mondanátok még ilyenek, ilyesmit, ami így maradt. Bencsik volt, András. Volt és maradt. Más. Bencsik András nem volt előtte igazából. Hát, de volt. Hát, csak, na, nem úgy. De nem volt, nem igen, premier plánba, igen, világos. Nem volt saját. Ő nem még Baló se. Még Baló se, igen. Igen. Na, aki mond ilyet, az kap a Robitól egy puszit. Puszit. Ne tolongjatok! Na, Rubik kocka. Nem az. A Rubik kocka nem jó, mert az nem ember. Lada. Az sincs. Az azóta most így Lada, érted? Most én a Skoda helyett a Trabantnak jobban örültem volna. De az nem maradt meg. Nem maradt meg. A Friderikus az előtte alig volt, a rendszerváltásnak a terméke. Igen. Vitrai meg lehanyatlott. Igen, a Vitrai lehanyatlott. Az nem magyar. Bár... Igen, de hogy Venezueláról beszélnünk kéne, mert hát, kicsit más a véleményünk, attól tartok Venezueláról. Speciál, ahogy kiolvastam a Facebook bejegyzésedből, hogy nem pont ugyanazt gondoljuk. Igen, így van. Így van. Igen. Egy különbséggel... Milyen nagyszerű az a... Ebbe igazad van. Az ugyanolyan. Így van. Ahogy a Végantal megírta. Igazad van. Venezuela. Figyelj!
Én nem a Maduro féle rezsimet védem. Áttételesen sem. Ha nem Maduróról lenne, a következő, a Robi mélységesen elítéli, örül neki, hogy ott azt megdöntik, hogy azt támogatják, Magyarország írja. Megdöntik tényleg? Hát én nem. Vagy akarják megdönteni, mindegy, tehát hogy az egy büdös, rohadt kommunista diktatúra, és hogy Magyarország ne álljon be az illiberális geci országok közé, Orbán most jól döntött, nem ült a szégyenpadra, Törökországgal, Kínával, az oroszokkal együtt, és akkor éljen a demokrácia, és akkor halál a Maduro rezsimre. Na most, ezzel szemben, pontosabban ez mellett, én azt írtam, és azt írtam volna, ha nem Maduróról van szó, hanem Bokassa császárról, aki még embert is evett, vagy Idi Amin Dadáról, bazd meg, aki tömeggyilkos volt, hogy ezeket a diktátorokat sose a nép, hanem mindig kívülről döntik meg. És ebben nekik, ebben az egy dolog, ugye büdös, rohadt, korrupt gecik és zsarnokok, de ebben az egyben sajnos ezeknek a rezsimeknek mindig igazuk van. Nem a demokrácia miatt döntik meg őket, és nem a nép jogos felháborodása miatt, hanem egyszerűen azért, mert a nemzetközi nagytőke, vagy bizonyos nagytőkés csoportok, vagy bizonyos nagyhatalmi érdekek ezt kívánják, kívülről pöccintik ki. Én értem, de érted, amit mondok? Vajon csak az Egyesült Államok van kívül Venezuelán, vagy Kína, Törökország, Oroszország is kívül van. Nem, az illiberális nagyhatalmi érdekek is nagyhatalmi érdekek, nem csak a liberális nagyhatalmi érdekek. Én egy dolgon pöccenek be ilyenkor. Egyetlen egy dolgon. Robi, egy szót nem szólnék, hogyha mondjuk azt mondanák a felszabadítók, a liberátorok, hogy az egy bombázógép volt egyébként, igen. Hogy és szarrá bombázták Budapestet is. És hogy figyeljetek, rossz nektek önállóan, nem tudtok mit kezdeni a szabadsággal, nyomort, diktatúrát szült az önállóság, amúgy meg távoli nagyhatalmak is itt bekavarnak a mi territóriumunkba, mert Latin Amerika mindig is az Egyesült Államok félgyarmati státuszában volt. Mi újra gyarmatosítunk titeket, talán jobb lesz nektek. Pazd meg, esküszöm, egy szavam nem volt, mert legalább őszinte. Legalább őszinte. Én attól nyílik ki, bazd meg, a hosszú kés a zsebemben, a zubbonyomba, bazd meg, hogy ez a demokrácia duma. Emlékszel, Robi, amikor megismerkedtünk, már hány száz éve, már akkor az Arrobri című könyve, már ott írok erről, hogy ez a demokrácia dumában süked duma. Két dologról van szó. Az egyik az az, hogy lehet-e, vagy szabad-e szocialista rendszert berendezni jól működő kapitalizmus nélkül. És hogy azokban az országokban, ahol nincs jól működő kapitalizmus, ott bevezetik a szocializmus, és nem szocializmus lesz, ja, hanem égtelen nyomor, nem lesz közbiztonság, nem lesz orvosi ellátás, nem lesz vér a kórházakban, leállnak a lélegeztetőgépek, mert nem lesz áram, megszűnik a közmű, ez van most Venezuelában. Gyakorlatilag háborús állapotok vannak, és a környező országokba meg menekült hullámok özönlenek. És még a segélyszállítmányokat is szétbombázzák, mert imperialista izé. Ja, a bűnözésnek olyan foka van most Venezuelában, hogy gyakorlatilag nincs államhatalom. A bandák tartják rettegésben a lakosságot. És a diktatúra, az állam nagy részében nincsen elektromos áram. Mit csinál a diktátor? Hát annak kéne kezébe tartani. Érted? De hogy valójában az történt, ami ezredszerre is megtörtént. Így van. Szocialista forradalom, TGM lobogtatja a vörös zászlót, Jávor Benedek, a Párbeszéd európai parlamenti képviselője kinyilvánítja, hogy ez a venezuelai szuverenitásnak a megsértése az, hogy az Egyesült Államok, meg hát Magyarország, meg hát Franciaország, meg hát Németország, az a parlamentnek az elnökét, mert hát volt egy szabad választás, és hát győzött az ellenzék.
De hát az állam természetesen a kezébe ragadta a hatalmat, és ő személyesen, mármint személyesen a diktátor az, amelyik utasítja, igen. Maduro az, aki utasítja a hadsereget. Igen. Tehát a fegyveres erők főparancsnokaként kvázi vele szemben létesült egy ellenhatalom, egy ellen Venezuela, ami a parlament elnöke képvisel, és mivel hogy a nyugati világ, vagy a világ civilizáltabb fele, bocsánat a kifejezésért, azt támogatja az diktátor helyett, igen. Igen. A bolsevik diktátor helyett. A házelnököt támogatja a bolsevik diktátorral szemben, és akkor ezzel kapcsolatban Jávor Benedek kinyilvánítja, hogy ez a venezuelai szuverenitás megsértése, venezuelai szuverenitás, tehát az ország, ahonnan menekülnek az emberek tömegével, szuverenitás megsértése és Venezuela újra gyarmatosításának kísérlete. Várjál, eddig, amit te leírtál, ez oké. Okay. Én csak kiegészítem. Jól menő kapitalizmus lehet csak szociális államot építeni. Oké. Okay. Svédország, okay, Dánia, Norvégia. Oké, okay, oké. Okay. Más problémák jelentkeznek, gender, stb. Ez már egy más kérdés. Oké, okay, egyetértek. De. Latin Amerikában van-e példa a kései Pinochet rezsimen kívül jól menő kapitalizmusra? Közös barátunk, akinek nem akarom a nevét mondani, még kedvelem őt, vitatkoztunk a posztomo kapcsán, egy libertárius barátunkról van szó, és azt mondja, a szocializmus minden világok legrosszabbika, és ez Venezuela is példázza. És engem egy picit ez emlékeztetett arra, amikor Lukács György azt mondta, hogy a legrosszabb szocializmus is jobb, mint a legjobb kapitalizmus, és akkor ugye azt lehetne mondani, hogy Lukács elvtárs akkor talán most elhagyja Magyarországot, választhat Svédország vagy a maoista Kína. És de ezt, várjál, ezt a dolgot... Polpot Kambodzsája vagy Németország. Vagy NSK. Igen. NSK. Mert még a 70-es években vagyunk. 60-as. Most fordítsuk vissza, mert én azt vettem észre, hogy a libertariánusok kurva sok mindenben ilyen gondolkodási sémájukban nagyon-nagyon hasonlítanak a komcsikhoz, akiket legjobban utálnak, és tartalmilag mindenben az ellentétét mondják. Utópisták, soha a büdös életben nem volt a világon olyan, szemben áll az emberi természettel, és mindenhol megbukott az a fajta kapitalizmus, amit ők vizionálnak. Egy helyen volt olyan, a Vadnyugat. Az volt. Pici állam, nagyon kevés távoli államhatalom, helyi autonóm közösségek, abszolút szabad verseny. A Vadnyugat volt, és most nem viccelek tényleg, az volt a libertarianizmusnak az egyetlen megvalósulása a bolygón tudtommal. A neoliberalizmus, ami más azért, mint a libertárius, az is mindenhol megbukott. Mi történt Latin Amerika? És akkor azt írtam közös barátunknak, hogy bazd meg, én nem kívánom neked, bár egy hetet megérdemelnél csak úgy kísérletkép, hogy mondjuk egy jobboldali hunta által uralt latin-amerikai országba éljél, és akkor így tulajdonképpen most azt mondanám, mondjuk akkor, mint a Lukács elvtárs válaszon, mondjuk NSK vagy Pol Pot Kambodzsája között, libertárius barátunk és barátaink, akiket én kedvelek emberileg, választhatnak mondjuk az 50-es évekbeli El Salvador, ahol gimnazistákat lőttek agyon bazd meg, mint komcsikat, és papokat rendszeresen, még mondás is volt, hogy minden nap ölj meg egy katolikus papot, mert lekommunistázták őket, hogy az a krisztusi egyenlőségről prédikáltak, meg a szegények mellett kiálltak, és falun éheztek a parasztok, mondjuk az 50-es évekbeli El Salvadorba, ahol a szabadpiac meg az Amerika barátság ment, és mondjuk a titói Jugoszláviában 70-es, 80-as években, ahol szabadon utazhattál, az meg az összes nemzetközi rockbanda ment oda koncertezni, virágzott az avantgárd még Újvidéken is, az meg, érted? Tehát azért ez is, érted, mit akarok mondani? Tehát nézzük meg a másikat, nézd meg, mi történt a 90-es években a neoliberális hullám alatt Latin-Amerikában, például Perúba, bocsánat, ahol az a japán kalandor, a Fujimori, egy korrupt
faszkalap volt, és vagy meg Bolíviában, ahol az esővizet is privatizálták, érted? Tehát hol lehet bazd meg ott normális kapitalizmusról beszélni? És nem véletlen, hogy mindenki azt az egyetlen nyomorult Pinochet rezsimet említi sikersztoriként, csak azt elfelejtik hozzátenni, hogy egyrészt csupán egyetlen, mert a Vincent Fox féle neoliberális mexikói kísérlettől kezdve mindenhol megbukott Latin Amerikába ez az úgynevezett szabad piaci vízió, de Pinochetnél is elfelejtik, bárjál, befejezem a mondatot, Pinochetnél is elfelejtik, hogy ott is volt a chicagói fiúk olyan tanácsokat adtak, amitől egyébként gazdaságilag is szar volt, és amikor azt korrigálták, akkor történt valamiféle emelkedés jólét, ami egyébként mostanra kicsit beszart. Érted, amit mondok? De hogy valójában... Így kell, ebben a kontextusban kell ezt értelmezni. Mindig a rossz minőségű, rosszul működő kapitalizmusokból lesznek azok a kommunista diktatúrák, amelyek aztán szintén élhetetlen rendszereket eredményeznek. Tehát megint arról van szó, hogy minél tovább feszíted az ingát az egyik irányba, annál tovább leng túl a másik irányba. Mao Tse-tung Kínája. Annak mi volt a meleg ágya? A második világháborút éppen kihevert Kína, amely éppen felszabadult a japán megszállás alól. Egy milyen minőségű kapitalizmus volt az? Cári Oroszország. Igen. Cári Oroszország 1917. Ja. Pol Pot Kambodzsája. Észak-Korea. Kuba. Az amerikai maffia, a Keresztapa 2, az nem, azt a Coppola nem az ujjából szopta, a Lucky Luciano, meg ezekbe az meg fölvásárolták Kubát, ezzel őzte meg Fidel Castro. Nicaragua. Bezony. Ugyanezek, tehát mindegyik példa, tehát mindegyiken az látszik, hogy a rosszul működő kapitalizmus, korrupt, rosszul megkonstruált kapitalizmus, ami nem kapitalizmusként rosszul működik, tehát rossz minőségű, tehát eleve alacsony a GDP, hogy így fejezzem ki, mert hogy mi mérjük a kapitalizmust, azokból lesznek ezek a embertelen, elviselhetetlen, rettenetes kaszárnyák, ilyen komcsi kaszárnyák, amelyekben csak megdögleni érdemes, vagy az sem. És hogyha megnézed, hogy egy jól működő kapitalizmus, amik tulajdonképpen Európában leginkább Európában, meg Észak-Amerikában voltak. Vagy Japánban. Ezekben az országokban a baloldali fordulat is egy, hogy mondjam, egy népjóléti fordulat. Nem a táborok állnak fel, hanem a jól működő kapitalizmus alapjain lehet berendezni egy jól működő, jóléti piacgazdaságot. Ezzel egyetértek, itt nincs vita. Nincs vita. Figyelj, a vita ott volt, vagyis hát nem volt köztünk, be azóta nem találkoztunk, hanem ott van a, nem is nézeteltérés, mert szerintem egyetértesz velem, csak mit tudom én, rosszul olvastad a posztot. Figyelj, hogy én nem bízom ebbe a parlamenten. Figyelj, amikor valaki Latin Amerikába, és itt kihúznám, hogy Latin Amerikába kijelenti, hogy liberalizálni fog, meg privatizálni, meg az adósságot visszafizeti, tudod ez ott mit jelent? Tudom, mit hogy jelent. Az országot bazd meg kiárusítja. Én értem. Ez van nem hiszel a parlament elnökének. Oké, rendben, nem hiszel. De azért mégis csak a választáson őt választották meg a picsába. Mert annyira elegük volt az előzőből. Szavaztak az emberek. Hiszünk ebben? Tehát hiszünk ebben a úgynevezett népszuverenitásból szavaznak, akit megválasztanak, az legyen az ország vezetője. Most lehet, hogy te neked nem tetszik, amit mond, de mégiscsak a venezuelaiak szavaztak arról, hogy milyen világot akarnak, miért akarnak, a Hugo Chávez utáni világot akarnak, ahol nincs áram és nincs közbiztonság, vagy az előtte való rettenetes gyarmati státusz, ahol az ember így fölkapcsolta a villanyt, és így világított a lámpa. Érted? És szavaztak erről, és megszavazták azt, hogy azt akarják, és most ő a parlament elnöke, aki nem kapja meg a hatalmat, mert nem a nép uralkodik, hanem Maduro. És akkor itt van két vélemény, és az egyik vélemény a Jávor Benedeké, meg a gondolom, hogy a TGM-éké, hogy Schifferé egyébként inkább. Igen, többek közt, szomorú részlet. Igen, hogy úristen, hát itt újra akarja a nagyszerű Venezuelát újra akarja gyarmatosítani a rettenetes Egyesült Államok, és azt akarja, hogy megint legyen áram. Hát iszonyú. Jó, én értem, hogy nem azt akarja, értem, hogy a saját profitját akar. Minden. Csak tudod, arról van szó, hogy először be kell rendezni egy jól működő piacgazdaságot, és akkor abból lehet lépni a... De a félperiférián tudod, mi megy?
hogy egymást váltja a két rossz. Venezuela ráadásul nem is fér periféria, hanem az aztán periféria. Hát igen, 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 igen. Tehát egymást, figyelj, ebből megint az lesz, akkor majd vissza fog jönni, és így megy örökkön örökké szerintem. És a nép az mindig, amikor már totál tele van a töke az egyikkel, akkor megszavazza a másikat, aztán megint na tele most, lesz várjál. A töke, és megint visszahozza a másikat, na most akkor, érted? Na most akkor, na most ott akkor az ember csak meg. Buddhista vagy taoista tud lenni. Na most akkor vizsgáljuk meg, hogy hogyan történt ez a Hugo Chávezzel. Hogyan történt ez a venezuelai szocialista fordulat. Hugo Chávez kiállt és elmagyarázta a venezuelaiaknak, hogy Amerika gyarmatosította Venezuelát. A venezuelai embereknek a világ egyik legnagyobb kőolaj mezője fölött helyezkedik el ez az ország. Lehetnének gazdagok. Lehetnétek nagyon gazdagok, mondta Hugo Chávez a venezuelaiaknak. De nem lesztek, mert a korrupt olajcégek amerikai kézben vannak, és amerikaiaknak, és az amerikai gazdaságnak pumpálják ki az olajat, a ti olajatokat, a ti nemzeti kincseteket, és a gazdag venezuelaiak, akik leszerződtek az amerikaiakkal, egyre gazdagabbak, egyre obszénebbek a társadalmi különbségek. Miért? Mert nem a saját népükhöz hűségesek, hanem a jenkikhez, a jenki tartó milliárdos megbízóikhoz. Komprádor elit. És igen, igen, és ebben az érvelésben rengeteg igazság volt. Rengeteg igazság volt. De én majd elveszem tőlük, és nektek adom. És akkor felvirágzik Venezuela, és a nép a végre birtokba veheti a termelőeszközöket, meg a geológiai kincseket, meg egyáltalán uralkodhat a nép. Hát a nép mindig is ezt akarta. És megválasztották, és megválasztották az emberek, elhitték ezt, és megválasztották ezt a Hugo Chávezt. Az első lépése Hugo Chávez-nek az volt, hogy megadóztatta a gazdagokat. Hogy a gazdagok végre fizessék be azt a pénzt, és azt ő szétoszthassa a szegények között. Mire a gazdagok válaszul elhagyták Venezuelát. Tehát nem az lett, nem az történt, amit a Hugo Chávez olyan kurva sok agyával kigondolt, hogy azok majd befizetik, ja. Hanem fogták és kivitték az országból. A picsába. Aminek a következtében az államnak így kvázi megszűntek a bevételei. Aminek a következtében a gyakorlatilag egyre kevesebb szolgáltatásra jutott pénz. Bár egy darabig az olajból még jól értek, de olyannyira bazd meg, hogy nem kellett egy csomószor dolgozni, és ilyen utcabálok voltak, ilyen, tudod, ilyen szocialista ünnepek bazd meg, és akkor ott izétek. Hát elkezdődött ez az osztogatás. Elkezdett szétosztani. A Hugo Chávez mindent, hogy szeressék. Aha. Engem ez nagyon emlékeztet egyébként Medgyessy Péterre. Meg 2004-re. De ő, nem viccen kívül. Ő csak a közszolgáltatott. Viccen kívül. 2002-ben megígért mindent, igen, és oda is adta, hogy szeressék. De csak a közalkalmazottaknak, Robi. Nem minden. Én nem kaptam. Én nem kaptam meg utolsó semmit. Ja, meg a 13. havi nyugdíjat, meg a... Abból se kaptam, szóval. Pedig én vagyok az apu. Na, a szülő kettő, bocs. Jó, anyát kapott belőle. Igen, igazad van. Igen. Szóval a, szóval a dolog... Te anyád is. Ja. Szóval a dolog az úgy nézett ki, hogy egyre kevesebb bevétele maradt az államnak, és egy idő után már annyi pénze sem maradt az államnak, hogy az olajkutakat üzemeltesse. Hogy kitermelje a kőolajat. És akkor bezártak az olajkutak. És összeomlott Venezuela. Gazdasága, teljesen, és jött az erőszak spirál viszont. Igen, igen. Ilyenkor egy diktatúra mit tud csinálni? Vagy föladja, de egy diktatúra soha a büdös életben nem adja föl. Érted? Megtalálja az ideológiát, hogy minden, aki ellenzéki, az imperialista ügynök, sorosista, bocsánat, Venezueláról van szó, idegen, kb. Ugyanez a retorika. Kb. Ugyanez a retorika. Tudod, irónia, ott is találnak egy nemzetközi zsidót, aki abból él, hogy kizsákmányolja azt az országot. Irónia az az ország, ahol az irónok laktak, igen. Mondta egy barátom, és azt azóta átvettem. Szóval igen, így van, és erőszak spirálba megy, és aztán jönnek a kivégzések, jön a terror, jön az összeomlás,
És aztán visszajönnek a gyarmatosítók, jön a demokrácia ünnepe, majd megint jön bazd meg a szemétség, meg az, és így megy örökkön-örökké. Az ember az nem egyik, politizál ezen várjál, a szinten. Várjál, tudod, az egyik egy olyan rendszer, ami működik, és de nem ami, működött várjál, egy csomó latin-amerikai országban, az se. Nem elég jól működött, mert ha elég jól működik, akkor az bele tud, látjuk, hogy van ilyen kimenetele, mint Norvégiában, meg Dániában, meg Svédországban, az bele tud torkolni egy jóléti piacgazdaságba. De. Csak nem ott az csak, inkáknál, bazd. Hát igen. Na jó, de hogy ennek azért kulturális okai is vannak. Hát meg ez ennek az... azért, tehát hogy ez sokrétű, tehát ez, tudom, ez sokrétű tudom, probléma. Tudom. Hogy valójában arról van szó, hogy a jenkik azok, akik meg tudják szervezni és menedzselni tudják azt a gazdaságot. És abban a pillanatban, hogy jön egy indián vezér és azt mondja, hogy üzzük el a jenkiket, és majd mi kitermeljük és szétosztjuk, abban a pillanatban az indiánok ezt megszavazzák, a jenkiket elzavarják, és kiderül, hogy a indián törzsfőnök, amelyik ezt kihirdette, a Hugo Chávez, meg a Maduro, nem tudja, nem rendelkezik azzal a know-how-val, amivel az amerikaiak. Az amerikaiak lehet, hogy korruptak, lehet, hogy zsarnokok, lehet, hogy kisákmányolják az országot, de kitermelik a kőolajat, megtermelik azt a bizonyos GDP-t, és aztán nyilván irreálisan obszén mértékű nagy részét ellopják. De hogy valójában egy működő gazdaságot hoznak létre, amiből aztán amiből bolsevik forradalom lesz. Itt van köztünk a vita, Robi. Az lenne az igazi know-how. Figyelsz? Know-how. Know-how. Hogy bazd meg, hogy rákényszeríteni őket, hogy ne vigyenek el mindent, mert akkor úgyis bolsevik forradalom lesz, bazd meg. Érted? Na ez az a pont, hol van? Hol van, hogy ne legyen El Salvador, meg ne legyen Bolsonaro, bazd meg ne legyen, mit tudom én, Pinochet, meg nem tudom micsoda, érted? Hanem működő kapitalizmus legyen. Az hol van? Azt hol tudja egy periférián megcsinálni bárki? Mert egy ördögi kört látok. A posztomban is erről van szó, egy ördögi kör. Nem a Madurót védtem, bazd meg. Hát nyilván. Egy ördögi kört. Egy örök ördögi kört. Arról van szó, hogy két stratégia van. Az egyik az az, hogy nem, tehát, tudod, az a probléma, hogy az indiánok nem tárgyaló partnerek az amerikaiakkal szemben. Sajnos nem azok. Hát ez az. Úgy tűnik, hogy nem alkalmasak nincs rá. Know-how. Tehát nem tárgyaló felek, hanem két stratégia van. Az egyik az az, hogy elűzik az amerikaiakat, és berendezik a saját rezervátumukat néhány évre, amíg az össze nem omlik. A másik az az, hogy azt mondják, hogy kedves jenkik, szervezzétek ezt a dolgot meg, mi nem értjük ezt, hogy kell egy ilyen olajkutat. Akkor dolgoztok, nekünk mi cselédek, és elvisszük a profitot. Igen. Szóval... De hát, hogy valójában tudod, valójában arról van szó, hogy ehhez kellene, hogy legyen olyan színvonalú oktatásuk, olyan színvonalú értelmiségük, meg olyan polgári normáik, meg olyan polgári tradícióik, amelyeknek a révén ők tárgyalóasztalhoz tudják kényszeríteni az olajkincsük birtokában az amerikaiakat. Ez nincs meg. Ez a régi brit gyarmatokon úgy ment, például Indiába, hogy a brit egyetemeken az indiai értelmiség kitermelődött, ami majd a briteket elűzte. Érted? Itt ez nincs. Itt ez nincs. Hát ez az. Szerintem itt folytassuk. Kurva jó volt, úgyhogy ez volt az apu azért. Köszönjük a figyelmet, jó éjszakát! Sziasztok!